Boldizsár Ildikó játékos mesekuckója nyitotta meg az első kerek születésnapját ünneplő a Könyves már várt alak programsorozatát. Az éppen egy évtizede kapuit megnyitó, már a fontos közösségi találkozó helyé vált Könyves Kuckó udvarában, az árnyas diófák alatt szervezték meg a délutánt, a programjaik elsőként a gyermekeknek szóltak. Csabai Dóra családja segítségével hívta életre ezt a helyet, amely azóta sokak zarándok helye lett, és a könyvek mellett pékséggel, kávézóval bővült. Ez a 10 év egy csoda volt, ám most se gondoltam volna, hogy ide jutunk el ez alatt a 10 év alatt. Egy icipici könyvesboltban indultunk, ami régen a Vám épület volt, és hát ide nőttük ki magunkat, most már nem csak könyv és játék volt, hanem pékség és kávézó is vagyunk, és rettentően boldogok, és nem tudom, ez, nagyon nehéz erről beszélni, mert őrült 10 év van mögöttünk, és megtiszteltetés számunkra, hogy ebben a nagyon nehéz mai helyzetben is ennyi ember szeret minket. Csabai Attila elárulta, a Könyves már várt alakot Tom Hanks és Meg Ryan közös filmje a Szerelem hálójában ihlette, amelynek központi helyszíne szintén egy könyvesbolt. Én világéletemben szerettem főzni, sütöttem a kenyeret odahaza, úgyhogy ez mindig volt egy terv, és aztán egyszerűen csak organikusan elkezdtünk odafejlődni, hogy lett ez a könyvesbolt, és amikor egy kicsit beállt minden, és úgy éreztük, hogy a könyvesboltot már jól csináljuk, akkor elintottuk a kávézó, kenyér koncepciót, fölépítettük ezt az épületet, és elkezdtünk kenyeret sütni, és kávét kínálni a vendégeknek. Úgyhogy mondom, igazándiból itt röpülünk az idővel, és csak jóra tudok visszaemlékezni. Jubileumi születésnapra eljött még a Tintaló minicirkusz, majd minden korosztály kedvence Grillus Vilmos adott koncertet. Estére pedig a felnőtteket hívták közös ünneplésre. Az est jó hangulatáról a résztvevők mellett Vecsei H. Miklós és az Etnofon zenei társulás gondoskodott.